Jó éjszakát, kuflik! Meleg nyári este volt. Mindenki aludt, kivéve a denevéreket, pár éjszakai lámpás kukacot, meg egy holdkóros pelét. Ja, meg Valért és Fityircet. Te sem vagy álmos? Sosem tudok aludni, amikor teli hold van. Ha leoltanánk, talán el tudnánk aludni. Szerintem a holdat nem lehet eloltani. Próba, szerencse. Nézzük meg közelebbről. Hát, ha akad rajta egy kapcsoló, vagy valami efféle. Bőven elég lenne egy létra is. Titus, mi napkért kölcsön egy létrát a varázsgombáktól? Remek! Megyek és elkérem tőle! Ilyenkor? Komolyan, éppen most akarsz fölmászni a holdba? Ha most van fent az égen, azzal már kapaszkodott is felfelé. Miért bámultok? Egy barátunk épp felmászik a holdba. Létrán? Miért? Te talán lifttel mennél? Van egy kis baj, szólalt meg ekkor odafentről Valér. Itt vagyok a létra tetején, de mégsem érem el a holdat. Nyújtózkodjál egy kicsit. Már nem tudok jobban. Mi történik, srácok? Valér szeretné lekapcsolni a holdat, hogy ne világítson, de nem éri el a létra tetejéről. Aha. Talán tudok segíteni. Próbálja meg a nyakamba állva. Jó ötlet! Na, mi a helyzet? Kérdezte Titus, mikor Valér már zödön nyakában egyensúlyozott. Még mindig hiányzik egy kevés, és most már szédülök is. Ez a hold közelsége miatt lehet, szerintem. Ti meg cirkuszi előadásra készültök. Zödön ilyetében elvesztette az egyensúlyát, a létre megbillent. Eldőlnek! Próbáljuk őket megtartani! Ám hiába. Még jó, hogy ilyen ruganyos ez a kupac. Inkább én vagyok ruganyos. Elárulnátok, hogy mi folyik? Haldotazás. Létrával? Úgy tudom, a holdba repülni szoktak. Pofánkának van egy papírsárkánya. Megyek és felébresztem. Semmit nem értek az egészből. Egyszerű. Valér belekapaszkodik a sárkányba, zödön fogja a madzagját, és elkezd nagyon gyorsan körbeszögdécselni. A sárkány felrepül, és usdi a hold. Így is lett. Valér erősen megfogta a sárkányt, zödön meg kezében a madzaggal, olyan gyorsan kezdett ugrálni a kupac körül, ahogy csak bírt. A sárkány egyszer csak felemelkedett. Forog velem a világ! Ne felejtsd a kapcsolót! Miféle kapcsolót? Valér felrepül a holdra, hogy leoltsa, mert túlságosan világít. Te meg ki vagy? Egy mellékszereplő. De hiszen a hold nem is lámpa. Hogy? Csodálkoztak a kuflik. Akkor meg micsoda? A hold belenyúl égi lakása. Fura, de így van. Nézzétek, most is ott hegedül, mint minden éjszaka. Hegedül? Nem hallok semmit. Egyedül a tücskök hallják. Ezért énekelnek éjszakánként.
Na jó, de hol van Valér? Itt vagyok! Itt lent rajtam. Egy pillanatra elfelejtkeztem a sárkányról. Milyen volt a holdban? Mit láttál ott? Semmi. Sokkal messzebb van, mint gondoltuk. Jaj, nem már! Ásított pofánka. Amikor nem tudok elaludni, én mindig a tücskökénekét hallgatom. A legjobb altatódal. Hallgassátok csak! Erre a többiek is kíváncsiak lettek. Psszt! A kuflik letelepedtek, és fülelni kezdtek. Tényleg ott van a nyúl? Valóban, bár inkább egy hosszú fülű kuflira hasonlít. Ezután már nem hallatszott más, csak a tücskök éneke. Aztán meg hét kufli hangos horkodás. Megmutassam, hogy a szörteknőcök is milyen szépen tudnak énekelni. De ez most azt jelenti, hogy nem érdekel. A világ első kufli zenekara. Csodaszép kora nyári reggel volt. Könnyű szél susogott a frissen zöldült fűben. Madarak csirpegtek a bokrok ágain, bogarak zözögtek a levegőben. Csigák szuszogtak, ürgék hümmögtek, cickányok ciccegtek, vakondokok hahotáztak, petymegek daloltak, kétfejű lepkehalak jódlisztak mindenfelé. A távolban meg mintha egy zebra pinty köszörülte volna a torkát, bár lehet, hogy az valaki más volt. Mennyire jó kedve van ma mindenkinek, mintha egy nagy, boldog kórus dalolna a réten. Szépen mondott, pofánka! Biccentet elismerően Titus. Kár, hogy mi nem tudunk se csirpegni, se zözögni, se ciccegni, se semmi effélét. Nyávogni azért megpróbálhatnál. Dugta ki a fejét lakó üregéből Zödön. De vissza is bújt, mert Titus azonnal hozzávágott egy nagyobb bacska kavicsot. Hé, én nem kavics vagyok, hanem egy pacok! És ha énekelnénk? Te könnyen beszélsz, Hilda, neked szép hangod van. De ha én próbálom meg, attól leszakad az ég. A rétlapok pedig menekülőre fogják. Hát igen! Mi kuflik általában nem az ének hangukról vagyunk híresek. De hangot adni másként is lehet. Olyan mindenféle... ízékkel is. A hangszerekre gondol? De nekünk nincs semmi ilyesmink. Ha csak az ajtócsengőn, nem számít hangszernek. Szerintem akármi jó lehet hangszernek. Ez az. Nézzünk szét a réten, és mindenki keressen magának valamit, amivel érdekes zajt lehet csapni. Zseniális ötlet. Indulás! Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Ezt én nem értem. Fogalmam sincs, hogy melyik zaj számít érdekesnek. Dünnyögte Zödön, de azért ő is a többiek után szögdécselt. Közben pittyektek a pintyek, zsurmékoltak a zsurlók, bömböltek a bölömbikák, nyíttak a nyüvek, vinnyogtak a virágok, csirpogtak a csirkék, és cingtek a cingárok szerte a réten. És akkor a következők történtek. Hilda talált a fűben egy körömreszelőt. Majd megpengette a körmével. Titus elugrált egy kidőlt ding-dong fa mellett. Hoppá! És megkopogtatta az oldalát. Béla bá épp a szélfútta kalapját kergette, amikor megbotlott egy rozsdás bicikli kerékben. Locsa! Dünnyögte, és végighúzta botját a küllőkön. Valér a derékig érő tyúknyák fűben szögdécselve nekiment valaminek. Na, egy valami!
Pofánka dudorászva ugrándozott egy ligeten át, amikor meglátta egy kattogó gyík levedlett bőrét. Fúj, de undi! Szödön egy kövecses lapájon kóborolva. Jé, ez micsoda? Hát nem is tudom. Két jókora likacskőre lett figyelmes. Ezeknek vajon érdekes hangjuk van? Tűnődött magában. Nem tudom, de azért hazaviszem őket. Mi ez a rét? Egy személytelep? És Fityirc, hát ő egyelőre csak téblábolt erre-arra. Mikor a többiek hazaértek, kirakták a kupac tetejére szerzeményeiket. Na, Barzos, igen! Ahogy nézem, ti lesztek a világ legfurább zenekara. De ekkor megérkezett Fityirc üres kézzel. Te nem találtál semmit? Dehogy nem. Megtanultam ott utánozni a zsákfejű béka délelőtti ummogását. Tartsunk egy próbát, javasolta Titus. Azt mondom, egy, két, há, mire mindenki kezdjen zajongani a hangszerével. Egy, két, há! Kiáltotta Titus, mire az összes kufli lármázni kezdett a hangszerével. Olyan hangzavar támadt, amilyet még soha nem hallott az elhagyatott rét. A zajra mindenki odagyűlt, aki csak élt és mozgott a környéken. Ez meg micsoda? Kérdezte az egyikük. Ez nem más, mint a csak hamar világhírű Kuflikupac kis együttes meglepetés koncertje. Nekem bejött? Játszanátok még? Kérdezte egy siketfajd. Szívesen, de örülnénk, ha ti is velünk zenélnétek. Jó! 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 Egy, két, á! Vezényeltünk már harmadszor Titus, mire az összes jelenlévő belekezdett. Amiben csak tud. El is határozták, hogy azonnal csinálnak egy zenés felvonulást, keresztül az elhagyatott rét. A kuflik és a rétlakók hangja, mint egy vidám nap emléke, még jó sokáig ott lebegett, az alkonyodó rét fele. Na végre már, hogy elmentek! A kuflik és a máshogyoszkó. Közönséges őszi hétköznap volt. Kövér felhők vonszolták hosszú árnyékukat a rét felett. Minden szürke volt, és valahogy olyan kedvetlen. Ajajajajajajajaj! Sóhajt a Fityirc, és a bal zsebéből a jobb zsebébe rakta kedvenc lila gombját, ám ebben a pillanatban... Hívtál? Hát itt vagyok. Mondta a Sámli, és ugrott egyet a levegőben. Tévedsz? Nem hívtam, senkit sem. Dehogy nem. Azt mondtad, hajajajajaj, aztán átraktad a lila gombodat a bal zsebedből a jobb zsebedbe. Nem tudtam, hogy ezzel ide lehet varázsolni egy Sámlit. Vonogatta a vállát Fityirc. Én nem Sámli, hanem egy máshogyoszkóp vagyok. Ez a foglalkozásom. Aki rám ül, az meglátja, milyenek a dolgok. Milyenek? Hát épp ez az. Más milyenek. Mosolygott a Sámli. Máshogyoszkóp, haver! Akarom mondani, a máshogyoszkóp. Gyere, próbálj ki. Na jó. Fityirc, ahogy leült a Sámlira, máshogyoszkópra, hirtelen az egész rét nagyon, de nagyon furcsa lett. Minden ilyen különös, kérdezte rémülten Fityirc. Most olyannak látsz mindent, ami ennek magát képzeli, mondta a Sámliszkóp. Ekkor Fityirc két fura alakra lett figyelmes. Az egyikük kalapja Béla bájéra emlékeztetett. Szia! Köszöntek rá Fityircnek. Milyen jó kis Sámli találtál magadnak!
Ahogy Fityérc felállt, a két idegen bélabává és valérrá változott. Elnézést, a máshogyoszkópon ülve nem ismertelek meg benneteket. Azt hittem, ez egy sámli. Szögdítsen, közelebb valér. Nem hiszem el, hogy ilyen nehéz volna megjegyezni a nevem. Máshogyoszkóp vagyok. Gyertek, próbáljátok ki. Bíztatta barátait Fityérc. Meglepve Bélabá. Ott az az óriási valami például ki lehet? Mutatott egy muszkins lényre valami. Mit bámultok, srácok? Talán van valami szokatlan rajtam? Bámult rájuk Titus. Erről a máshogyoszkópról nézve elég fura voltál. Nevetgélt Bélabá. Ha rájössz, majd meglátod. Ezt ki kell próbálni. Hú, a mindenit. Tisztán, amit álmodnék. Te ilyeneket szoktál álmodni? Kérdezte rémülten Valér, aki alig tudott elhajolni egy éppen arra ugráló furcsa valami elől. Itt jön egy másik ide. A sámlinülők mind a fűbe borultak. Ó, a macska rúgja meg! Hiszen ez Hilda és Pofánka. És mi ebben olyan meglepő? Ha ide ülsz mellénk, majd megérted, mondta Titus. A guflikin már Hildával és Pofánkával együtt visszatelepedtek a sámlira. Csak Fityércnek nem jutott már hely. Én már úgyis eleget láttam. Na most nézzétek meg Fityércet! Nagyon furcsa. De Fityérc pont olyan, mint máskor. Mi ebben a különleges? Talán elromlott a máshogyoszkó. Azt kikérem magamnak, pupák! Biztos, hogy nem romlott el! Rázta a fejét Bélabá, és Fityérc háta mögé mutatott. Egy egészen apró lény közeledett a fűben, vacsóska levelet vonszolva maga után. Szia, zödön! Köszönt a lénynek könnyedén Fityérc. Ez tényleg ő? Üledezett Pofánka. Keljetek fel a sámliról, és meglátjátok! Bólintott Fityérc. Amikor felálltak, barátai alig hittek a szemüknek. Mit csodálkoztok? Értetlenkedett zödön. Sosem láttatok még éhes kuflit. Máshogyoszkópról nézve még soha! Rázta fejét Titus. Gyere, próbáld ki te is! Felőlem, úgysem ültem még mákonyos pókon. Már késő! Lejárt a munkaidőm! Ma már ne is hívjatok többet! Azzal eltűnt, mint légy a levesben. Hát jó, akkor folytatom a vacsóska gyűjtést. Mi meg elkísérünk, verte hátba vidámon Titus. Úgy közben megjátsszuk azt, hogy úgy nézünk ki, amilyennek látni szeretnénk magunkat, ha valaki olyan lennénk, aki minket néz. Kiáltotta lelkesen Pofánka, mikor elindultak. De mivel ebből senki nem értett egy szót sem, ezután inkább kergetőztek meg bujócskáztak, míg el nem fáradtak mindannyian.